Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Dobos Rita vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Rendőrök az iskoláknál, kiemelten figyelnek a kicsik biztonságára az egyenruhások. Egyre népszerűbb a szakképzés, idén 74%-kal nőtt a jelentkező diákok száma. Haza került Muki, újra eredeti helyén a Dombóvári gőzmozdony. Brass Vegas Fesztivál, fúvós zenétől volt hangos két napon át Tolna. A tanév kezdetén rendőrök és polgárőrök segítik a közlekedést reggel és a délutáni órákban az iskolák közelében. A program célja, hogy a gyerekek biztonságos körülmények között jussanak el az intézményekbe, majd haza. Jó reggel! Az iskola rendőre programhoz az elmúlt tanévben 2826 közoktatási intézmény csatlakozott. Az érintett polgárőrök létszáma elérte a 2039 főt. Az új 2023-2024-es tanévben tovább folytatódik, így az év első tanítási napján ott lesznek a rendőrök, valamint, ahol szükséges, a polgárőrök is, hogy segítsék a kicsiket szeptemberben. Örülök meg, hogy a gyereket el tudom egyedül engedni az iskolába nyugodtan. Nem félek attól, hogy esetleg valami közlekedési baleset, ilyesmi történik a gyerekkel, és más egyéb dolog is. Ehhez a rendfenntartók még a tanév kezdete előtt áttekintették valamennyi frekventált helyen lévő iskola közvetlen környezetének a közlekedés biztonsági helyzetét. Ennek során a helyi önkormányzattal, illetve az illetékes közútkezelővel közösen az érintett oktatási intézmény képviselőit is bevonva forgalomszervezési és technikai bejárást tartottak. Nagyon örülök neki, hogy lehetőség van erre, hogy a biztos urak itt biztosítják a gyerekeknek az átkelést. Elég forgalmas útszakaszról van szó, tehát azt gondolom, hogy nem biztos, hogy csak iskola kezdés idején, de legalább ilyenkor is itt vannak, és akkor így biztonságban érezzük a gyermekeinket az iskolába jutás idején. A tanév kezdéskor a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában rendőri jelenlétet fognak biztosítani azon általános iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt. Ennek a programnak a része minden tanév elején a demonstratív rendőri, illetve polgárőri jelenlét azokon a helyeken, ahol az iskolákba sok-sok gyerek megy el, így a kijelölt gyalogos átkelő helyek környéke és olyan iskolák környéke, ahol nagyon nagy a járműforgalom. Szekszárdon több helyszínen is jelen vannak a kollégáim a polgárőrökkel közösen, így a 4-es számú általános iskolánál, a Baka általános iskolánál, a Mészáros Lázár utcai, illetve az Rényi utcai kereszteződésben lévő gyalogos átkelő helynél. Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy a tanév kezdetével mindenkit megpróbáljanak arra buzdítani, hogy biztonságban tudjanak eljutni a gyermekek az iskolába, illetve a járművezetők és a gyerekek is megszokják egymást a nyári szünet után, hogy mindenki vissza tudjon rázódni minden napokban. Egyrészt segíteni fogják a gyermekek biztonságos közlekedését, másrészt figyelmet fordítanak majd a kijelölt gyalogos átkelőhely megközelítésére, a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszer használatának ellenőrzésére. 74%-kal nőtt a szakképzésbe jelentkezők száma egyetlen év alatt. Erről a területért felelős kulturális és innovációs miniszter beszélt Szekszárdon. Csák János azt mondja, a kormány célja, hogy olyan szakembereket képezzenek, akik később sikeres vállalkozók lehetnek majd. A duális képzés bevezetése sikertörténet. Egyre többen jelentkeznek ugyanis az ilyen oktatást biztosító intézményekbe. Idén 74%-kal nőtt a felvételt kérelmezők száma. Ezt a kulturális és innovációs miniszter mondta stábunknak Szekszárdon. Ez azt jelenti, hogy a családok és a fiatalok, a leendő diákok fontosnak és hasznosnak találják ezt a rendszert. Aminek egy visszaigazolása az is, hogy amikor én utazom a világban, például az OECD-be, ami a világ legfejlettebb gazdaságait, országait tömöríti, akkor tőlünk kérnek tanácsot, nálunk nagyobb és akár gazdaságilag erősebb országok, hogy hogyan kell ezt a rendszert fölépíteni.
Az egyik legfontosabb előnye a mostani rendszernek, hogy a diákok a szakmai gyakorlatot biztosító duális partnernél töltik el a tanulmányi éveik jelentős részét, így már tanulóként is olyan tapasztalatokat szereznek, amik elengedhetetlenek a későbbi munkavállalás és az üzleti kapcsolatok építése során. Kit Szekszárdon tudjuk, hogy csodálatos borászok vannak, és a boraik eljutnak Németországba, Angliába, vagy az Óperenciás tengeren is túlra. Az a feladatunk, hogy a magyar KKV-k, a kis-közepes vállalatok is képesek legyenek ilyen export teljesítményre. És ezért kell, hogy a szakképzésből, akár a technikumokból, a szakképzőintézetekből minél gyorsabban az elméleti tudás mellett párhuzamosan a hallgatók megtalálják az utat, és megérezzék, hogy milyen az a piaci nyomás, mi az, amikor meg kell találni a vevőt. A csaknem 30 szakmát oktató Tolna vármegyei szakképzési centrumban 3400 nappali tagozatos diák mellett 2300 felnőtt is részt vesz a duális képzésben. Az idei évben is 300 millió forint könyvtári érdekeltség növelő támogatást biztosít a kormány a települési bibliotékák gyűjteményeinek fejlesztésére. Az immár több mint két évtizede működő program az intézmények számára a biztonságot, az állandóságot és a kiszámíthatóságot jelenti, hangsúlyozta közleményében a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A támogatást a helyi olvasási lehetőségek bővítésére, így a nyilvános könyvtárak gyűjteményeinek fejlesztésére, új kiadványok és dokumentumok beszerzésére, legfeljebb 30%-ban pedig infrastruktúra fejlesztésére, azaz informatikai és műszaki eszközök, berendezési tárgyak megújítására lehet fordítani. Újra eredeti helyére került egy rövid budapesti kitérő után a helyiek által csak mukinak becézett tűz nélküli kis gőzmozdony. A vasparipa a dombóvári közösség egyik fontos szimbóluma is, ezért érezték különösen fontosnak a gépezet helyreállítását a helyiek. Hazakerült az 1915-ben épült 91001 pályaszámú, a helyiek által csak mukinak becézett tűz nélküli kis gőzmozdony. A dombóvári fatelitőn teljesített szolgálatot évtizedeken keresztül, majd megmenekülve az enyészettől Budapestre került a vasúttörténeti parkba. Dombóvár a magántársaság építésében létrehozott Duna-Dráva vonalnak és az azt követő évek további fejlesztésének köszönhetően vált először vasútas településsé. Volt olyan időszak a város életében, hogy a munkaképes lakosság 45%-a dolgozott a MÁV alkalmazásában. 1998-ban, miután a fatelítő vállalat megszüntette a tevékenységét, leselejtezték, és itt a mögötte látható szenes kocsi társával együtt Budapestre került a Közlekedési Múzeum tulajdonába. Ott ez a Magyar Vasúttörténeti Parkba volt kiállítva, és amikor ezt megtudtuk, akkor mi ezt a mozdonyt szerettük volna, amely az aktív munkás éveit itt Dombóváron töltötte, és hát a végiek is velünk voltak, illetőleg a Közlekedési Múzeum is, mindenki, aki ebbe a döntéshozói sorba részt tudott venni és rábólintott, így július 20-án megérkezett Dombóvára, majd ezt követően hamarosan a végső felállítási helyét foglalt el. A mozdonyt a fatelítő üzem részére készítették a Lindsay Krauss mozdonygyárban. Mivel a dombóvári üzemben a szükséges tolatómozgásokat a fokozott tűzveszély miatt hagyományos gőzössel elvégezni nem lehetett, ezért ezt a tűz nélküli eszközt alkalmazták. A kazánját időnként a gyár stabil kazántelepéről töltötték fel forró vízzel, és az ebből felszabaduló gőz szolgáltatta a hajtóerőt. Én nagyon örülök, hogy a 250 éves évfordulónak sikerült egy mementót állítanunk Dombóváron, hiszen mind elhangzott itt konferenciát tolmácsolásával azért 15-től 90-es évekig ez az eszköz itt dolgozott. Azt gondolom, hogy most már ne egy eszközként tekintsünk rá, hanem egy Dombóvár környékének, vasutasoknak egy emlék helyére, egy emlékművére, hiszen azt gondolom, hogy ennél jobbat ma nem tudott volna senki alkotni, hiszen az alkotás készen volt, csak vissza kellett hozni Dombóvára. Szeptember első napján ezért ezzel az értékes darabbal és még egy érdekes társával bővült a múzeum megálló a Dombóvári Vasúttörténeti Gyűjtemény.
Tovább folytatódott az átlagnál melegebb nyarak sorozata, az idei a 12. legforróbb lett 1901 óta. Két nagyon száraz évet követően 2023-ban a sok éves átlagot kevéssel meghaladó mennyiségű csapadék hullott. Az egyes országrészek között azonban nagy különbségek alakultak ki, írta az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn közölt elemzésében. Az idei nyár középhőmérséklete országosan 21,6 Celsius fok volt, ami 0,8 fokkal haladja meg az 1991-2020 közötti évek átlagát. Legutóbb a 2016-os nyár hőmérséklete maradt el az éghajlati normától. Az elemzés szerint június még átlagos középhőmérsékletű volt, majd a július 1,2 fokkal és augusztus is 1 fokkal melegebb volt az átlagnál. A HPV elleni védőoltást, amelynek jelentősége a méhnyakrák kialakulásának megelőzésében kiemelkedő, szeptember közepéig igényelhetik a hetedikesek szülei az iskolákban. A kitöltött és aláírt nyilatkozatot a Nemzeti Népegészségügyi Központ felhívása szerint szeptember 11-éig kell majd visszajuttatni az iskolai védőnőknek. A humán papilloma vírus igen elterjedt. Szexuális érintkezés útján könnyen átadható, a későbbiekben akár rossz indulatú daganatot is okozhat. Fontos, hogy a fertőzés elleni védelem még azelőtt kialakuljon, mielőtt a szexuális élet megkezdődne, ezért a védőoltást fiatal tinédzser korban érdemes beadatni. A két oltásból álló sorozatot a 7. osztályosok számára térítésmentesen biztosítja a magyar állam. A vakcina beadása az oktatási intézményekben szervezetten, iskolai kampányoltás keretében zajlik. Fúvós zenétől volt hangos két napon át Tolna. A településen ugyanis immár 6. alkalommal rendezték meg a Brass Vegas Fesztivált. A programsorozaton egymást követték a rezes bandák, a jó hangulat pedig garantált volt. Rezes bandák szórakoztatták két napig a közönséget Tolnán, ugyanis 6. alkalommal rendezték meg a Brass Vegas Fesztivált a településen. A különböző zenekarokat felvonultató programsorozat minden évben nagy népszerűségnek örvend. Érkezett hozzánk a Felsőtárkányi Fúvós zenekar, aztán a Sofiana Brass, ők idén először voltak itt nálunk, ők egy pécsi brass band. Fellépett a Smooth Criminals, ők egy visszatérő zenekar, tegnap este pedig Band of Streets koncert volt. A vasárnapi program pedig úgy nézett ki, hogy a Junior Stars Big Band kezdett, aztán a Tolnai Ifjúsági Fúvós zenekar, és most a végén a Human fogja zárni a fesztivált. A Brass Vegas Fesztivál a fúvós együttesek tolnai ünnepe, a városban is nagyon kedvelik ezt a műfajt, többek között a helyi ifjúsági fúvószenekarnak is köszönhetően, akik évek óta népszerűsítik a zenei stílust. Szerintem nagy hatása van a fesztiválnak itt a térségben arra, hogy egyre többen iratkoznak be akár a zeneiskolákba, Szekszádra, a Tolnai Zeneiskolába is. Úgy veszük észre, hogy nagy kedvel jönnek a gyerekek. A karnagy hozzátette, hogy a tolnai együttes fellépései ezzel nem érnek véget az idén. Számos koncerttel készül még a banda 2023-ban. Regionális híreink következnek. Városi beruházásokból húzott hasznot, újabb vád a pécsváradi polgármester ellen. Pirgosszal zárták a nyarat a görögök Pécsen, készülnek a nemzetiségi hétvégére is. Megnyílt a kaptár Komlón, az új művelődési ház a közösség bázisa lehet. Hiába folyt ellenük bírósági eljárás, újabb gazdasági bűncselekményt követhetett el a pécsváradi polgármester és felesége, derül ki a pécsi járási ügyészség vádemeléséből. A városvezető cége el nem végzett építőipari munka után kaphatott pénzt az önkormányzattól. Korábban vissza nem térítendő támogatást tettek zsebre egy másik vádirat szerint. Nekem polgármesternek külön öröm, hogyha bármilyen beruházás ide kerül a településre. Ezt mondta a pécsváradi polgármester a település általános iskolájának új épületrészében a tanévnyitón szeptember 1-én pénteken. A városvezető olyan beruházásoknak is örülhetett a közelmúltban, amiből anyagi hasznot húzhatott törvénytelenül. Ez derül ki a pécsi járási ügyészség vádemeléséből.
A Pécsi járás ügyészség gazdasági csalás büntette miatt emelt vádat a pécsváradi polgármester, illetőleg három társával szemben. A vádirati tényállás szerint 2015 évben a pécsváradi önkormányzat a polgármester vezetésével, irányításával két pályázatot is benyújtott, részben az uszoda, részben pedig épület energetikai fejlesztésre. A pályázatot elnyerte a pécsváradi önkormányzat, ennek megfelelően 152, illetőleg 150 millió forintos támogatásban részesültek. Az ügyészség megállapítása szerint a polgármester még a támogatási összeg átutalását megelőzően elhatározta, hogy a Pécsvárad önkormányzatának rendelkezésére bocsájtott támogatási összeg egy részét saját maga részére szerzi meg, gazdasági tevékenységet színlelve. Tevékenységet elnyerő alvállalkozóval megállapodott abban, hogy ez az alvállalkozó generál kivitelező be fogja vonni a pécsváradi polgármester érdekeltségébe tartozó gazdasági társaságot, mint alvállalkozót. Ténylegesen ez a gazdasági társaság semmilyen tevékenységet nem végzett volna, egyetlen egy célt szolgált, hogy úgymond lepapírozzák azt a pénzt, amit a polgármester ebből a támogatásból megszerez. A fő kivitelező cég ezért szerződést kötött a polgármester érdekeltségébe tartozó céggel, mint alvállalkozóval. Azonban tényleges munkát nem végzett a társaság, de kapott teljesítési igazolást, ami alapján egy 12 milliós és egy 16 milliós számlát állítottak ki. Ezeket kifizette a generál kivitelező, majd benyújtotta az önkormányzathoz, ahonnan a támogatásból fizették ki ezt a pénzt. Így a pécsváradi önkormányzat el nem végzett munkáért adott ki 28 milliót. Az ügyészség 4 embert vádol, a polgármestert, a feleségét, illetőleg a generál kivitelezőként dolgozó cég két vezető tisztségviselőjét is. A vádlottaknak a cselekménye a gazdasági csalás büntetének a megállapítására alkalmas, ennek a büntetési tétele 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés. Letöltendő börtönbüntetést kér az ügyészség a pécsváradi polgármesterre és feleségére, mondta kérdésünkre Kutas Tamás. Ugyanis bírósági eljárás alatt követték el ezt a csalást a vádirat szerint. Mint ismert, egy évvel ezelőtt 2,5 milliárdos költségvetési csalásban vádolták meg a pécsváradi városvezetőt és feleségét. Akkor csirkefarmok korszerűsítésére kaptak uniós és hazai visszanemtérítendő támogatást, amit a vád szerint zsebre tettek társaikkal együtt. Abban a büntetőügyben Zalaegerszegen jelenleg is folyik a per. Ott akár 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhatnak a vádlottakra. Nem csak a pécsi görög önkormányzat tagjaival telt meg pár napja a Széchenyi tér Pécsen. Sok fiatal, idősebb, magyarok, külföldiek is táncra perdültek a dallamos görög muzsikára. Nyárzáró táncházat tartott a görög Pirgosz zenekar a pécsi görög önkormányzat szervezésében. A helyi görögöknek sok a dolguk, készülnek a nemzetiségi hétvégére is. Rengetegen szeretik a görög dallamos muzsikát, és a táncház sok pécsinek amúgy is kedvence. Fiatalok, idősek, magyarok és külföldi diákok, gyerekek, táncosok és laikusok együtt léptek a ritmusos dallamokra ezen a héten Pécsen, a Széchenyi téren. A Pirgosz már 20 éve jár Pécsre a görög önkormányzat meghívására. Kiváló kapcsolatot ápolnak egymással, 10. éve, hogy minden augusztus utolsó hetében egy szabadtéri táncházat tartanak Pécsen. Itt Pécsen nincs semmiféle görög tánc, illetve zenei csoport, és olyan 20 évvel ezelőtt, pont 20 éve kezdődött el, hogy a Belonianus faluban van egy görög tánccsoport, illetve egy görög zenekar, és ott a vezetőkkel 20 éve egyeztünk meg, hogy évente többször lejönnek ide táncházat tartani. Idén van 20 éve, és 10 éve pedig minden augusztus utolsó szerdáján egy szabadtéri előadást, illetve táncházat csinálnak mindig a Széchenyi téren. A pécsi görög önkormányzat tagjai is lelkesen készülnek a hétvégén megrendezendő, a Sokszínű Egység elnevezésű nemzetiségi fesztiválra. A záró akkord a görögöké lesz. Megegyeztünk, mert ugye itt is 11 nemzetiség van Pécsen, szerintem a legtöbb az országban. Úgy egyeztünk meg, hogy mindig valakit egy picit kiemelünk, és most úgy beszéltük meg, hogy
hogy lényegében lesz vagy 12 előadó, bulgároktól kezdve horvátok, cigányok, németek. Azonban a záró akkordot azt a Pirosz táncegyüttes fogja megadni körülbelül 6,5 hét között, azt nem tudjuk pontosan, hogy lesz, és utána megint lesz egy táncház, ugyanúgy a Széchenyi téren, és lényegében ezzel be is zárjuk a, ahogy mondják, ezt a szép időt, amilyen szép idő most is van, meg a nyarat. A zenekar ősi, népszerű dalokat játszik, és a tánc soha nem maradhat el. A táncház alkalmával felcsendült a Zorba muzsika is, amely során érezhető volt, milyen ereje van a közösségben megért táncnak. Az igény megvan rá, hogy a különböző kultúrák világát bemutató táncházak gyakrabban lehessenek a szabadtérben, a város központjában. A Komlói Kaptár Művelődési Központ ünnepélyes átadójára került sor pénteken. A város legújabb kulturális létesítményére 40 évet vártak a helyiek, mondták el az átadón. A létesítmény a helyi közösség erősítését szolgálja majd, mondta a civil kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. Kaptár, olvasható a név a Komlói Művelődési Központ falán. Így nevezték el a Baranyai Város legújabb létesítményét, amelynek átadójára péntek délután került sor. Áll a ház. Egy 40 éves álom vált valóra. Idézte Vörös Marti Mihályt, a térség parlamenti képviselője. Hoppál Péter felidézte az elmúlt időszakot, míg az álomból végül valóság lett. 2000-ben sikerült Bolics József polgármester úrral a komlóiak szándékát jól artikulálnunk Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, aki ezután kért tőlünk egy előterjesztést, és az előterjesztést a kormány megtárgyalta, és egy egyedi kormánydöntéssel tisztán magyar nemzeti hazai állami forrásból rendelte megépíteni azt a 4 nagy projektet, amik Komló számára más pályázatokból nem lettek volna megépíthetőek. Köztük a kaptári épülete sem állhatna kormányzati segítség nélkül, mondta képviselő. Az eseményen jelen volt a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. Szalai Bobrovicki Vince szerint jó szolgálja majd a helyi közösséget az új beruházás. A különböző egymás mellett lévő itt előttünk meg mögöttünk látható intézményeket valamilyen, sőt nagyon mély szinten összekapcsolja, sőt úgy tudom, hogy fizikailag is összekapcsolja egyébként, tehát van átjárása a különböző épületek között. Ez nyilvánvalóan az itteni civil életet és általában a közösségi életet leegyszerűsíti, jobban szerezhetővé teszi. Ezért képviselő úrral beszélgettem erről, hogy neki egy nagyon komoly és meggyőzési munkája volt abban, nyilván aztán itt a megvalósítás során is, hogy a kormányt meggyőzze arról, hogy itt szükséges lesz nagyobb összegeket ebbe belerakni, jó helyen lesz ez a pénz. A helyettes államtitkár elmondta még, összesen 3,5 milliárdba került a kivitelezés. Az utolsó szakaszban 1 milliárdos támogatás kellett a megvalósításhoz. A komlói kaptár a helyi civil és művészeti csoportoknak lehet majd bázisa a 25 ezres Komlón, derült ki a pénteki átadón. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Rendőrök az iskoláknál kiemelten figyelnek a kicsik biztonságára az egyenruhások. Egyre népszerűbb a szakképzés, idén 74%-kal nőtt a jelentkező diákok száma. Haza került Muki, újra eredeti helyén a dombóvári gőzmozdony. Brass Vegas Fesztivál, fúvós zenétől volt hangos két napon át Tolna. Kedden túlnyomóan napos, kellemesen meleg, száraz nap vár ránk. Éjszaka derült, szélcsendes időnk lesz. Gyorsan csökken a hőmérséklet, ismét kifejezetten hűvösnek ígérkezik a hajnal. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel és érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!